Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak az ország egyik legnagyobb megyéje, de a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az agrártámogatások szempontjából is az egyik legjelentősebb megye. Az ökológiai adottságok is ideálisak ahhoz, hogy az agrárágazat tovább fejlődhessen és a biotermelés irányába mozduljon, amely kialakításához már számos jó nyugat-európai minta áll rendelkezésünkre, ahol a biotermékeknek szinte korlátlannak tűnő a piaca. Abszolút előre tört a biotermékeknek a fogyasztása. Tudatosan használják az emberek, fogyasztják az emberek mind a termékeket, gyümölcsleveket, ivóleveket és más dolgokat. Mi azt szeretnénk, hiszen évről évre 10% felett nő a termőterületek aránya, hogyha ezek a termőterületek feldolgozásra is érettek lennének, az ezen termődött termények. Tehát rohamos változást látunk. Itt ugye több szövetséggel felvettük a kapcsolatot, akik a biotermesztőket összefogják. Az egyik legkomolyabb szövetségvezetője szintén ma itt van velünk, és mi tudjuk azt, hogy ez lehet az egyik kiút a tömegtermelés helyett átállás a biogazdálkodásra a szabolcsi termelők számára is. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója szerint a mezőgazdaság számára ideálisak a megye feltételrendszerei, amelyeket a helyi gazdáknak ki kell használniuk, azonban a feldolgozás szintjében még fejlődnie kell a megye vállalkozóinak. Amiben talán érdemes előrelépni és javítani, az a feldolgozottság szintjének javítása, hiszen alapanyag előállításban köztudottan jól áll az ország, jól áll a megye is, de a feldolgozottság szintjén valamit javítani, hiszen ezzel tudunk önállóan megjelenni a piacon, ezzel tudunk életképesen és nagyobb hozzáadott értéket előállítva megjelenni akár a hazai, akár a külpiacokon. Nagyobb befektetéssel nagyobb jövedelmezőséget érhetnek el a biogazdálkodásba belevágó termelők, amely a megye mezőgazdaságának jövőjét jelentheti, mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a rendezvényen. Korlátlan a piaci lehetőség, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok megyei termelő számára ez jelentheti a hosszú távú, vagy akár középtávú életben maradás, fejlődés, továbblépés lehetőségét és sokkal magasabb jövedelmezőséget. Arról nem is beszélve, hogy a felhasználók részéről, a családok részéről, az élelmiszert fogyasztók részéről egy hát sokkal egészségesebb és táplálóbb, nagyobb élvezeti értéket, illetve nagyobb tápanyagi értéket jelentő termékekről van szó. Tehát mind a feldolgozók, mind az előállítók, mind pedig a fogyasztók részéről egy nagyon távlatos és jövőbe mutató termelési módról van szó. Seszták Oszkár hozzátette, nagyon fontos a gazdák szemléletváltása azzal kapcsolatban is, hogy a jövőben összefogással közösen érvényesíthessék az érdekeiket, csak úgy, mint ahogyan ősszel az alma felvásárlás kapcsán is tették azt.